Hello, sziasztok! Én Stallány vagyok, itt Darkest Dungeon. Folytassuk ezt a játékot. Hát igen, mint az előző részben is mondtam, meg kell ölnünk ezt a herceget, ez lesz a mai rész tartalma. Ugorjunk is bele, összerakva a karakterlista, így mindenkit felkészítettem az útra, meglátjuk, hogy mi lesz. Médium is, ráadásul boss fight-os, szóval nem lesz egy könnyű dolgunk szerintem. De majd meglátjuk. Viszünk bőven felszerelés magunkkal. És mivel hogy nem tudom, hogy mire készüljek fel, viszünk Holy Water, Bandage-et, illetve Medical Herbs-et is, tényleg nem tudom, mire készüljek fel. És ez jó is lesz, így akkor összevarakva mindenki, mehetünk is ki. Hármat kell megölni. Ja nem, csak valami ilyen, nem tudom mi. Így néz ki viszont elvileg akkor ez a herceg. Nem tudom, mire készüljek föl, nem tudom, milyen ez a karakter, meglátjuk majd közösen. Az elég érdekesen néz ki ez a kis insta. Legelején nem találtuk meg, szóval akkor való ebben a részben lesz. Minden más szoba üres. Hogy tudnánk a legkevesebb problémával eljutni mondjuk ide? Így, így. Most tényleg az a cél, hogy ezt megtaláljuk és megöljük. Semmi más fontos dolog nincs. A harcokat lehetőség szerint kerülni fogjuk. Ez egy ilyen paraszba megyünk és megöljük, akit kell. Battle Curio. Jövünk lefele majd. Mi nem tudom, hogy mivel kell megnézni, vagy mivel tudjuk is stabilan megnézni. Jó, hát egyelőre nem vészes, hogyha te neked 20%, ami ritka rossz, neked 60%. Ezt még mindig nem nézzük meg, remélhetőleg lesz itt egy scout, bár ez a három szoba az, ami lehetséges, még igazából így boss fight szempontjából. És scout. Kettő szoba a boss fight szempontjából, egyik szobát mindenképp meg kell próbáljuk, hogy izé harc legyen. Nem tudjuk egyszerűen kikerülni. Amúgy nem fogunk itt táborozgatni, itt most paraszba tényleg be fogunk menni. Na, itt van egy kisebb csata. Kis teszt azért a végére, még vagy hát a kezdésnek sikerült odaadnia. Bár ahogy látom, ez csak megjelölés, ami nem annyira vészes dolog. Ezeket gyorsan meg fogjuk körülni remélhetőleg. Highwayman elég durván behitelte őket a kezdetnek. Bolát kipróbáljuk, hogy egyáltalán milyen. Vagy ne. Kipróbáljuk, nem érdekel. Mindenket megbolázta. És az a baj, hogy egyiket sem tudta megmozdítani. Viszont Bola az maga effektív volt, hogy első kettőt tudtuk vele hitelni. Na jó, ezeket kezdjük el legyalázni, még mielőtt valami probléma lenne. Derék. Mennyi Blight? Egy damage körönként és két körön keresztül. És azért egy kis teszt azért beadott. Nem is keveset. Minden esetre ezzel tudjuk támadni. Nem a legerősebb, de tudtuk támadni. Most az a baj, hogy nekem ez a fejvadász ez rohadtul hiányzik, Bounty Hunter. Flash-sel meg hasonlók, olyan szinten tudtuk előrébb hozni, meg hátralökni őket folyamatosan megállás nélkül, hogy az annyira effektíven mozgásba tartotta őket, hogy nem tudtak egyszerűen mit tenni. Az rohadt jó volt ez a karakter. Nagyon megtetszett amúgy a Bounty Hunter. Mindesetre itt sincs probléma, viszont mert elég jó damage-re rendelkezünk. Az Ashoval ezt megoldjuk. És itt lesz egy harc. Surprise, na ezeket elolvasztjuk. AOE-vel indítunk. Elég jó volt. Azt a szint azt meg szeretném ölni, de ez nem jött össze. De ez fog sikerülni még, ugyanis azért is be fogom bolázni, hogy akkor a másodikat megöljem. Ezt meg egy hátrébb lököm, bár ott nem igazán számít túl sokat. És nem tudom, hogy mi a lényeg, a stressz vagy a HP ebben az instában most. Ezt minden esetre leszánnalom, hogy ne legyen annyi fertőzés, legalább ezt meg tudjuk úszni. És most öljön.
Teljesen jó. Na, ezeket, hogyha most megint mi jövünk mind a négyen, akkor... De nem mi jövünk mind a négyen. Első helyről... Na, az az egyetlen pozíció, ahol semmit nem tudsz csinálni az ég egyet a világon. Csak hogy tényleg legyen esélyed ott lenni. Ja. Második karakterük meghalt. Igazából nem tudom, hogy most zárva lesz szerintem, mit fogunk tudni csinálni. Valószínűleg csak visszamozunk a munkahelyünkre. Ennek a karakternek ugye ez a hátrány az első helyre egyszerűen nincs semmi haszna, így van. Hát ez egy odaadott kör neki. Így nem bevitt ütés. Be lehet blédelni, az mondjuk effektív lenne. Ha be is blédeltük és bebléleltük, 5 damage kéne bevigyel. Az bőven megvan. A stresszes karakter ugye damage-gel már nem fog ellenünk szolgálni jó eséllyel, szóval eléggé könnyű lesz. Az a kis stressz meg már talán annyira nem fog sokat számítani. Maximum pihen egyet a karakter így az utolsó körbe. Hát ugye a meccs után nem fogjuk kihozni. Árban ezt még innen se tud lőni. Hát az a baj, hogy innen nem sokat tudunk tenni. Stressz csökkentés. Annak még úgy van értelme. Te meg annál szépen szétkapkodod a hátsó Vestalla. Itt most a Vestalla Dimidger. Azt támadod az Arbalest, nincsen nagyon szükségem rá. Most kihozzuk, azon kívül nem igazán akarom a következő harcban látni. Ez viszont egy kulcsos dolog. Teljesen jó, nem érdekel, elhozzuk. Most elég sok pajzsot elhasználtunk. Bandage helyére. Ott a boss fight. Nem állunk meg előtt, a parazba megyünk. Egy loot lesz itt azért, de azt nem fogjuk tudni, azt nem tudom, mi kell ahhoz. És ja, itt most parazba megyünk, fölkajáljuk munkat, full HP-val tudjunk beugrani a harcba. Itt most nagyon parazba bemegyünk, fölbufoltunk magunkat, meglátjuk, hogy milyen lesz a hercegel, ne húd el, onda vagy? Mindegy reggelente. Amíg napközben is, mindegy. 132 HP, stunolni nem lehet, blightot, bleedet olyan szinten benyeli, hogy az borzasztó nézni. Illetve van egy ilyen kis Wilburje. Egyébként mi. Azt majd árba lesz-e kibasszuk. Ezt szétblideljük. Ez sem kérdés, szétblideljük. Stunolni nem lehet. Árba lesz, légy oly kedves. Te lődözd csak azt a kis malackát. Nézzük, ez mit tud. Au! És stunolt, bazd meg. Na, az kurvára a geciség volt. Lehet, hogy ide gyengébb tímet, túlságosan gyenge tímet hoztam amúgy. Hogyha ez tényleg ilyeneket csapkod, bazzeg. Au. Ja, értem, hogy ez mondja, hogy kit basszon szét, ez meg szétbassz mindenkit. Értem én, jó az. Effektíven tudunk így játszani. Nem tudom, hogy most mi lenne. Ennek jó HP-ja van, ez is még bírja, bár ezt féltem, hogy meg fog halni, mert hogy a Blight-ra nagy szükségem van. Tízesél, na az ma úgy baráti. Kettő-kettikkel, hú de jó. Kitépte a vesíjét. Jó, ez tényleg csak annyit csinál, hogy ez így zászlózokat. Őt hagyjuk legvégére. Ezt meg szét bleedeljük. Muszáj. Bleednek van a legnagyobb haszna, hogyha nagyokat tikkel rá. Te nem tudsz bleedelni? Te nem tudsz bleedelni. Markolni viszont tudsz. Meg healelni. Healnek mondjuk lehet, hogy lenne értelme még. Mert szerintem még egyelőre csak a damage-ra menjünk rá. Próbáljuk megölni minél gyorsabban. Azért fél HP-ig eljutottunk nagyjából. Arbalest is healelt föl. 15-öt csak nem relóla. Healerre megy rá? Na. Húha. Jó, az első kettőt kezdte el. Healernek saját magát kell felhealelnie, vagy kurva nagy gáz lesz. Hát Arbalest is besegít a healbe, ebbe a körbe. Te pedig a bleedeléssel fogsz tovább. Lehet, hogy egy karakter, amit most meg fog halni. Még az lenne a legkevesebb, hogyha egy karakter halna meg. De a healert, nem a healert, jó.
Ne a Highwayman, ne a Highwayman. Crusader, csak a Crusader tölt. Semmi más, hidd el neked, az a legjobb. A healernek most Highwayman-t is, meg saját magát is ezerre kéne healelje. Az a baj, hogy ez kurva necces, hogy ez mindegyik összejön. Viszont már hatokat tikkel, ami nem egy rossz dolog. Így a Crusader meg olyan damage betol, hogy ez már elméletileg megvan. Highwayman gyógyist. Többre megyünk azzal, hogyha két healerre eldolgozok. Mondom én, 11. 21-et rábasztál? 4-et tikkel rá az a szar. Szóval 7-et kéne mindenképp bele hitelj. 7-et. 7 kurva damage. 7. Ennyi. Easy. Healed. Nem veszíthetjük el Highwaymanünket. Boss meghalt, most már csak a kis köcsög van. Akit levágjuk be, az meg ebédre. Na most kinek jelzel? Az is jó mondjuk. Na, Mr. Pörkültet. 24-je bekínálom én is. Megvan a boss. Kaptam egy menetáros itemet, egy stunnolós itemet. Stunnolós itemet mondjuk jó lenne elhozni. El tudjuk valakivel? Nem, egyelőre. Ezt az itemet nem fogjuk itt hagyni, az is kurvára biztos. Ez 45, ez 20-at ér. Ez 10-et. Elhozzuk azt a 10-et, és a menetáros-nak elhozzuk én, elhozom én ezt az itemet. Hát megvan a boss. Ez nem volt egy hosszú insta, de megvan a boss, azt el lehet mondani legalább. Megvan, amiért jöttem. Azért eléggé passzó volt ez a boss. És hát ja, ez az item ugye egy nem dotos karakternek eléggé OP. Nézzük, miket kaptunk. Max HP, az kurva jó. Akkor te még tankosabb vagy. De kedves, kaptunk 10% plusz HP-t, viszont egy olyan fertőzésben néztem, hogy 10% a kevesebb HP. Ja, és minusz 20 dodge. De azból mondjuk ki tudom gyógyítani, szóval ilyen szempontból nem annyira vészes, és olcsón gyógyítjuk meg ki a karaktereket. 10% protection, highway mennek, mondjuk eléggé kipécézték maguknak most is, szóval nem baj, hogyha van ott az a protection. Majdnem meg is halt szerencsétlen. Dark temptation, ez nem tudom mi. Investigated, the dark art. Mindenképpen hozzányúl az ilyen baszóságokhoz és megbaszódik. Jó, hát mondjuk ezt a karaktert úgy használjuk, ezt csak ilyen valakit be kellett tenni az adott harcba, aki még tud healelni is esetleg. Azért volt ott, semmi egyéb haszna nem volt. Na, ezt a karaktert ki kéne gyógyítani, ebből mindenképp. 630 ez nem is annyira vészes dolog. Van bárkinek bármi olyan nyüge baja, amiből ki kéne gyógyítsam elég gyorsan? Nincs. Bárkinek bármi olyan stresszes baja, amiből ki kéne gyógyítsam elég gyorsan? Kezdjük azzal, hogy egyáltalán ki azokat ki fogok vinni a következő instára. Ami. Horic. Ú, hát ez 5-es szintű. Ja, mondjuk itt már nem annyira szar dolgok vannak. Távolsági spellekre plusz 5% pontosság. Highwaymannek nem rossz, meg így a sírás hónapnak a sorlóknak. 10% a kevesebb stressz. Ez se lenne egy szaritem, feltétlenül, szóval ez jó lenne. Abomination azt hagyjuk a picsába. Verrer. Most erre mit mondjak? Ez érdekel. Ugyanez. Csak itt szirént kell megölni, itt meg vizened hágot. Nem tudom melyik amúgy, ezt tegyük hozzá. Legyen itt az, hogy a... De jó, a szirént azt tudom, hogy néz ki. Legyen a vizened hág, akit megölünk. Blightot ezen a részen ezt elfelejthetjük, azt tudom jól.
Egyes szintű terület, szóval olyan karaktereket kell hozni. Kiket? Bounty Hunter-t én behozom, nekem az tetszik. Nem igazán van tankos karakterem amúgy. Ilyen szempontból egy kicsit zavaró. Healernek behozzuk végül is, meg kibírja azt a kört gond nélkül szerintem. Ezt a másik karaktert is fel kéne fejleszteni. Jó, nem Blight, vagy Blight-os karakter itt nem sokat ér, viszont tud dobálózni és elég effektív szokott lenni. Behozzuk, egyszerűen kibírja. És első helyre valakit kéne találnom, aki elég jó tudna lenni. Hát vagy egy Leper, vagy pedig egy Hellion. Az, akivel nem kell annyira erősen a fejlesztéseket átcsoportosítanom. Ezt úgy fogjuk használni, ez kell nekem, el is fog kelleni. És akkor ki, melyik spellet fog még kelleni? Ez az utolsó tudná támadni, ami jó lenne, vagy pedig ezt blightolni. Igazából ennek egyet kéne cserélni. Ezzel kettőt, akkor ezt fogjuk felhúzni. És ennek fogjuk cserélni a spelljét egy nagyon minimális szinten. Viszont előtte fejlesztés. Nem tudok többet fejleszteni. De olcsóbban meg tudjuk oldani legalább a dolgokat. Ez. És ezt ki fogjuk venni. Egy kapásban az első küldetésen egy boss fightra beküldjük, ez olyan biztató dolog lehet. De én bízok benne. Elég jó lesz az, higgyük-e. Ezek a spelljei kurva jó voltak, mondjuk ezt annyira sokat nem használtam, de kurva jó attól függetlenül. Lehet, hogy ez jobban megéri. Ebben igazából az erős, hogyha be tudunk valaki stunnolni, beflesseljük, utána ezzel kurva nagyot tudnék ráütni. A fejvadász ugye elvakítja az ellenfelet, aztán igazából lekaszabolja a francba. Ez gondolkodok, nem lenne egy szarkombó amúgy. Egy alapjáraton. Bleed-t annyira nem effektíven használó úgy annál. Picsálva és ez kurva jó spell lesz neki. Nem is értem, miért nem használtam eddig. Befleseljük szinte biztosan, 145% eséllyel fleseljük be. És ha csak nem az utolsó helyre ugrik, igazából megöljük. Not bad. Én azt mondom, az not bad skill. Ezen ezt húzzuk fel. Ezen a karakterem pedig, hát mi az, ami fog kellene nekem? Kézdobálás, az méreg az mindenképp legyen kifejlesztve. Kézdobálás, ezzel egyiket tudjuk, de ez elég erősen. Van itt ennek a double kézdobálása, illetve forward, hát ez a kettőt ugrik hátra, az annyira nem font, nem lenne nekem jó, ezzel még tudjuk az első helyre ütni. Szóval így ez. Ezt itt kivesszük, ez ide, így akkor jó is. És akkor össze van rakva a team végül is, ha azt nézzük, ezt majd mindjárt kiosztjuk az itemeket. Valakit elküldtünk valahova? Egyről annyira effektíven ki nem küldtünk senki. Tismes. 1400, nem baj. Én azt szeretném letudni, hogy ő itt van, és elment megoldani egy kis dolgát. Elég drága neki a Gabling, akkor inkább ma hozzáadunk még 250-et. És talán ennyi pénzbe meg tudjuk oldani. Na most egy kicsit túlköltekeztem. Nézzük. Kinek milyen item? Hellion. Nézzük ennek. Ennek mondjuk van bleed skill-je, szóval ezt nem igazán tudnak jól használni. Ennek van olyan bleed, vagy blight, vagy valami? Nincs. Akkor ennek ki tudnánk azt használni. Én ezt a deadblow-t ezt kiveszem. Így. Így azért elég baszó minden ellen, 90% blight ellen, 90% bleed, illetve debuff ellen. Ezért így elég baszónak mondható. Ennek a karakternek... bebasszuk ezt a blight skill-es cuccot. Már annyira nem tudja most jelenleg kihasználni, de nem baj. Ezt lehet, hogy nagy karakternek kéne beadni. Ja, ezt beadjuk a nagy karakternek. Kicsi megkapja ezt. Ennek aztán, hát, végül, ez nem tudsz tanulni, igen. Ennek van végül is valami nyisztán lehetősége, szóval ezt még lehet ki is tudnám használni. Leadre jó rezisztje van végül is.
Debuffra? Legyen akkor izé stun ellen, vagy stunra resisted. Az még úgy effektív tud lenni. És ez egy kurva jó legendári, hát Veryrel item nem legendári, de az a lényeg, hogy kurva jó. Én is mondom vagyok viszont, hogy ez itt ismételten a következő rész. Ez egy elég rövid részre sikerült, de nem baj végülis, mert a célja az volt, hogy egy boss fight-ot bemutassak, és akkor hát relatíve boss fight, ugye nagyobb fight, mint az eddigiek. És a következő rész tartalmával pedig ezt ismételten fogjuk folytatni egy újabb ellenféllel, és szépen lassan fogunk haladni szépen előre, és előbb-utóbb eljutunk odáig, hogy a level 5-ös, level 6-os karakterekkel már a fő bosszakat fogjuk megölni, és végül pedig végigvisszük a játékot. Mindenesetre köszönöm a figyelmet, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!